Now turn up. Na, talán sikerrel járunk, nem biztos, még nincs bent a helyén a karburátor, majd az megfogja talán. De közben az aksim is lemerül, úgyhogy nagy aksi csere után ismét itt vagyok, és akkor rátesszük az impulzus csövünket. Hát nem tudom, ez mennyire lesz ide hosszú, de egyszer ráteszem így, ahogy van. A benzincsövet. Na, erre nehezen mész rá azt a rohadt. És ugye bele kéne akasztanunk a gázrudazatba is a dolgunkat, amely meg is történt. Hogy né. És akkor szépen hol van a két csavar? Ez volt az egyik, azt hiszem, ez meg a másik. Ugye föl kéne dobni ezt a szívó részt, az átsó részt, a karburátor mögötti részt. Ugye ez fogja föl magát a karburátort is. Meg ugye ez húzza össze szerintem az előtte lévő tömítés, meg mindent. Gondolom én. Na mi van? Na mi a franca? Na. Így. Oké. Belejátszani, de kettőt, ha lehet. Úgy, hol van az imbusz? Elvileg az elcsipte, ha minden igaz. Ha minden igaz, ez is. Természetesen erre figyelnem kell itt tenni a csőnél, mert itt ugye a csavar hajlamos oda csipni a csövet, mert volt már párszor a precedensem, egy példa akarom mondani, hogy a itt tenni az oldalnál a rubakereszt lehet rosszul lesz, nem megtörik a cső. Ja, mindegy, majd leveszem róla, azt a válok-e belőle. Mindegy, most már tegyük fel a karburátort. Úgy né. Oké. Okay. Várjátok valami. Ó, benzin. Bakker, rossz helyen van a benzincső. Ha-ha. Hújúj. Nem jó emberek, mert a benzincsövet lehet, hogy azért is nem tudtam rányomni rendesen. Át kéne fűznöm a gázkar alatt. Jó, hogy megnéztem. Még jó, hogy megnéztem. De ami most már nehéz lesz szerintem. Szerintem ezt újra le kéne vennem az egészet, mert nem hiszem, hogy itt át tudom fűzni. Na, viszont nincs át csavarról még semmi. Úgyhogy az a biztos. Meg úgyis le kell vennem a csővéget is, az impulzus csővéget is. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megtörik az a cső, és az nem lesz így jó. Hát az a benzincső, ez mindig szívat, ugye? Erre nem figyeltem rá. Ugye arra figyeltem, ne csípje oda a csavar, hát erre meg a legrossz helyen van. Hál' Istennek. Ja, a csavar nem csípte oda, csak a gázkar. Na, tehát itt a rudazat alatt kéne valahogy elmennie. Ugyebár. Na, így kívül azt hiszem, hogy nem. Hogy a francba, várjátok, itt valami nem jó. Na, itt rakom alá. És rátesszük. Pedig így jó. Na viszont ezt le kéne vennem róla. Úgy. És akkor mit tudom én. Na mindegy, egyelőre nem is teszem rá, hanem rátesszük vissza. Közben a szél föltámad, hát mondott már a ugye, viharos szeleket, úgyhogy a ja, hál' Isten kezdődik. Kezdődik, főleg éjszakára. Örülök neki, nagyon.
utálom, hogy őszinte legyek, mert az ember nem tud aludni, zavarja. Legalábbis én. Na. És akkor belejátsszuk ezt a csavart is, oké. Okay. Hát erre most kíváncsi leszek, hogy akkor annak a benzincsőnek hó kéne eljönnie. Hát ez nem jó. Ide oldalra kéne kivinnem. Hát ez fura, emberek. Most ezt nem értem akkor. Így folyamatosan nyomja a benzincsövet. Annak mögötte kéne eljönnie. Csak akkor meg nem megy hátra. Na! Ez érdekes, az érdekes egy dolog. Érdekes ez az egész, mert így nem lesz jó, ez abszolút. Látok is, ha betekerjük, mekkora hely marad. Mondjuk, ha betekerem, akkor már jó, mert akkor mögött el tudna jönni a cső. Úgy. Jó, ha megpróbáljuk, akkor mögött. Tehát, bocs, hogy ilyen szórakozásra megy el az idő. Tehát ugye, na. Az is lehet, hogy ez a cső mellett vágva rövidebbre. Nekem ez gyanús. Na. Akkor még egyszer átgondoljuk. Átcsúsztatjuk oda. És akkor majd itt a gázkar mögött megpróbálom felhúzni. Megpróbálom majd utólag rátenni. Most egyre rá se teszem, szerintem rá tudom tenni utólag is, ez nem probléma. Úgy. Szerintem rá tudom csipetni valahogyan. Majd. Jó. Ezt innen elrakjuk. Legyen ma ott útba. Jó, szépen viszi, elcsipte mind a kettő. Úgy néztem, a karika remélem jó helyen van, nem csúszott ki, mert ugye az még megtréfálhat minket. Olyan egy gyűrött tűzkarik, vagy Isten tudja, minek nevezzem. Így. Ugye ez a hátsó kis gumi sincs már itt meg, ami a rezgés csillapító szerepét tölti be a karburátornál. Hát ugye itt megint lehetne a végletekig húzogatni ezt a hülyeséget. Még ki nem rántjuk a dűbelt a műanyagból. Na, most érzem azt, hogy kezd szorulni, úgyhogy nem is akarom erőtetni tovább. Egy pöttyöt, ezt is. Úgy, né. Na, és akkor ezt, vagy olló. Ezt szerintem itt simán elnyírom. Úgy. És akkor elvileg ugye rámegy, nem, a törés nem törik meg ugye annyira a cső remélhetőleg. Ezt rá tudom ugrasztani. Hát most is azért megtörik. Még talán még mindig kevés is neki. Még egy picit kéne levágni belőle. Úgy, hát de lassan elfogy a cső, emberek, úgyhogy no problem. Meg az a baj, szerintem a legnagyobb probléma, hogy vékony az a cső, és hamar meg tud törni. Hát, ja, az egy gáz lesz, emberek, ez nem lesz a legjobb, mert elég vékony a... Na jó, most szépen síkban van, oké. Most látjátok, nincs megtörve a cső. Előbb meg volt annyira törve, mint az állat. Na, viszont ezt a benzincsövet akkor most utólag ide rá kéne játszani. A sikerül. Ha minden igaz, oda rá kell, hogy menjen utólagosan. Úgy, jó. És a gázkarunk szépen működik. Frankó. Hátra is ugrik, jó. Na, figyeljetek, a
meg se néztük, hogy egyáltalán gyújtásunk van-e. Előtte ugye fel kéne tennünk a gyújtást. Így. Akarom mondani így. Na ez kell, én szerintem... Hát nem tudom, melyik csavarok lehetnek. Itt van egy hosszabb csavar, hogy ez hova valós jó volt, azt nem tudom. De viszont... Nincsen páros csavarom. Na, ez a kettő. Ez a kettő van párba, akkor megpróbáljuk ezzel a kettővel fölfogatni. Hát azt, hogy ez volt-e itt, azt nem tudom. Egy rozsdásnak tűnnek, de hát most figyeljetek, ha ez volt itt, nincs mese. Nem biztos. Hát ha. Úgy, mozog, még jó van. Vettek az elpróbál meg lehet-e szorítani, de szerintem meg lehet. Jó. No kérem, elő a Petco speciális eszközünket. Így. Jó, rá is csipte. Oké. Aztán ráhúzzuk a témát. Hát azt nem tudom, hogy megszorult-e emberek. Hát itt baj van. Itt baj van, emberek. Ez olyan, mintha a menet megadta volna magát. Megugrott a csavar. Na, itt lesznek a problémák. Megugrik a menet. Bakker! Nekem meg javítókészletem sajnos nincs. Úgyhogy szerintem ez nem ide valós ez a csavar. Szerintem azért is letalpalt. Nem húztam meg, épp hogy meg akartam, mire leért volna a csavar, arra ugrott meg. Na, ennek annyi. Ezzel most nem tudom, mely a francot csinálok, mert így meg nem tudom beállítani a gyújtást, hogyan állítsam be. Atom var ez. Hát sajnos itt bajba leszek. Vagy már bajba is vagyok, emberek, mert itt a gyújtást így nem tudom belőni. Egy csavar, nem tudom mennyit fog ez. Viszont meg fogja egy csavarni. Szerintem két nem. Ezek lettek volna... Várjátok, ez milyen hosszú? Ez jóval rövidebb, ez a csillag, vagy ez a torz. Isten tudja milyen. Hát ez... Az annyi, hogy éppen benn van. Aztán ennyit ér. Ez az egy tart. Azt, hogy megtartja... Hát ja... Azt hiszem, sürgősen be kell szereznem a menetjavító készletet. De ugyám, emberek... Na, figyeljetek! A kapcsolója, ami fogta a kis csavarka, az nem tudom hol van. Még melyik lehet ez a csavar? Valahol itt volt. Na, hol van? Azt mondja, hogy ez így volt. Nem tudom, ezen se volt rajta, ugye... Micsoda gumitömítés. Ja, semmi, sehol nem volt már, sehol nincs már meg az a gumitömítés. Mert úgy tudom, ezen is kéne, hogy legyen, ha minden igaz. És akkor ez ide egy kis csavarocska kellene, ami ide fogja. Vagy hova? Hova volt ez kitéve, emberek? Hova volt ez föltéve? Szerintem ide. Akkor mennyire lógott ki ez a hülyeség? Ez a kapcsoló, az a kérdés. Na, így jó is lenne. Ide kell egy... Amit tudom, ez a fényes csavar, ez mit fogott itt? Bedobjuk ide, jó?
hogy ez hol volt, hol sem volt. De szerintem már ez is egy... mi a fene csavar lehet, nem hiszem, hogy ez ide kell. Mindegy, bedobjuk ide, jó? Lefogadjuk vele a kapcsolótartónak a kis részkütyűjét. Hát ja, mocorogni mocorog, de hát figyeljetek, annyit meg fog rajt szerintem, hogy ott megtartja. Úgyis a micsoda ott tartja majd meg. Na! A berántó. Megvan. Akkor megpróbáljuk ide fölvarázsolni ezt az egészet. Azt hiszem, ide ma más nem kell. Ja, az olajkupak. Az olajkupakot kivettem. Ugye, azt ide beledobjuk. Ne legyen már szabadom. Na, menjél bele. Utána nehezen megy bele, oké. Oké. Na. Így. És akkor ezek a kábelek, elvileg ez fogta így, minden igaz. De ez nem is passzol rá így. Hogyan lehetett ez? Na, így talán jó lesz. Mégse. Elvileg így kéne ráugrani, de nem ugrik rá. Na, talán jó lesz. Jó, mozgatja. No, kérem, aztán van itt még egy pár csavar, mit tudom én, hólósiak. Úgyhogy ezeket belerakosgatom, aztán mindjárt megnézzük, hogy valami szikra, van-e szikránk. Ha van, akkor már az egy jó jel. De sajnos ugye ezt mindenféleképp majd orvosolnom kell ezt a menetet, mert hát az a, így nem fog jó lenni, azt szerintem. Azt tuti. Na, nézzetek oda. Bakker, ez is elpörög a nagyvilágba. Te is értem, mit csináltak ezzel a géppe? Minden csavar meg van szakítva. Na figyeljetek, ezeket a félredobott csavarkákat azért beletekerem, ide jó van ez is. Hát ez fasza. Komolyan mondom, szétszaggatták a csavarokat bent, az összes menetet. Hát izomból meg kell húzni, persze, hadd szóljon, ugye. Szerintem ez se fog. Na, elkiabáltam, ez fog. Ez meg ugye torsz. Ezt meg ide beletesszük. Itt ma van csavar? Nincs. Komolyan mondom, ez kész ez a gép. Hát mindegy, majd mindenféleképpen erről kell figyelnem, mert hát ez így nem járható út, azért le kéne rögzíteni ezt a hiafenét ott rendesen. De hát a javítókészlet meg sajnos nekem nincs az a menet javító. Pedig a Gábornál láttátok, még a kis susit csináltuk, az tök jó volt, mert tényleg ki lett fúrva, be lett tekerve egy másik, ez a menet része, menet, aztán már kész is volt az új menet, és frankon benn volt. Hát ez meg beleesik itt is a csavar. Hát, komolyan mondom, mindegy, hagyjuk a francba. Na, fogantyút is rá kéne dobnom, könnyebb fogás érdekében. Bakker. A könnyebb fogás érdekében, közben nem lakok már tűzre, mert szerintem a fölösleges. Így. Annyira talán nem hűl ki ez a barlang a nagy széltől. Na. Lehet, hogy eddig is szét vannak cseszve, remélem. Nem tudom, mikor szedtem szét, hogy mennyire fogtak, vagy mennyire sem, de szerintem csak fogod valamennyit. Remélhetőleg. Egyik csavart beletekerem. Nem is tudom mennyi. Jó, hagyjuk. Felejtős. Bakker, így elcseszni veneteket. Ja. Ez tényleg csak tudja, hogy annyira lett összerakva a gép, hogy na, eladásra, aztán szevasz. Menjen a háztól, kész. Mert így az összes menet meg van szakítva benn. Főleg a műanyag részeken. Hát ez van. Ilyen gépektől csodát ne várjunk már, ami hozzám kerül, ugye. Azt tuti.
Sajnos. Nagy csodát ne várjunk tőlük, hogy ez itt minden frankó, meg minden jó. Hogyan lenne jó? Akkor nem itt lenne nálam, emberek. Meg nem ilyen már, nem ilyen... Nem kínai lenne, hanem egész más. Mindenhol más, csak ahogy csinálják, ugye. Ilyen kopogó hangja van, emberek. Hm? Ja, ki is jött a csavar. Na, mindegy. Na, nézzünk egy szikrát. Ja, az a hülyeség, ki is esett a kapcsoló. Hát, ja. Várjátok. Van szikra, de ez a kopogó. Az érdekes egy hang, na mindegy. Ez a kopogó hang, ez érdekelne, ez miért csinálja. Na mindegy, figyeljetek! Belevágom egy ertyát. Ugye kuplunk, ilyesmi nálam most nem divik, nem számít. Egyszer megnézzük, hogy egyáltalán valami életjelet ad-e a gép. Úgy. Öntünk bele egy kis benzint. Hát nem tudom, milyen benzint öntsek bele. Van itt bekeverve ilyen zöld is, akkor öntök bele most zöldet. Jó. Úgy. Hát, kíváncsi leszek rá. Na, hogy ennyit beletoltam, aztán meglátjuk. Ennyit, ezt már fel kell, hogy vegye. Ha jó, ha nem jó, akkor mindegy. Akkor meg vége a dolnak. No kérem, akkor ahogy összeraktam, látjátok. Szivató, az most rá van húzva. Gyújtás elvileg van rajt. Hát, ja, de már föl kéne venni a benzint szerintem, nem? Szerintem a karburátor az, ja, az is szerintem sántít. Hát, emberek, itt baj van. Nem kicsi, legalább nagy. Benzin sehol nem érzek. Ez fura. Most azt nem tudom, hogy a... Mit tudom én, gyújtás hogyan van. Na mindegy, most akkor fölkap... Adok rá így egy gyújtás. Lehet, hogy nem volt gyújtásom. Szerintem annak mindegy volt már... Szikránk volt, hogy bedobtam a gyertyát. Hát! Na figyeljetek, azért nem adom ám föl. Hol a frecskendőm? Hol a francba van? Jöjj velem. Adunk neki egy kis anyagot itt hátul. Na, szivatót leveszek. Jó, mondjuk félgáz nincs rajt. Ja, mondjuk az jó lenne azért rá. Na, mindegy. Baj van, ne így adja le. Hogy így se durran be, meg kell durrannia. Van ez egyáltalán szikra. Valami nem gömbölyű. Valami nem gömbölyű, emberek.
mechanikán kell lennie minden állásba kapcsolónak. Most azt megnéztem, hogy lekapcsolom, úgy is leadja a szikrát. Hát akkor ezt a hülyeséget leveszem róla. Kis drótkefe. Hát ez fura, emberek. Ugye jó lenne egy másik karburátort rávarázsolni. Hát ha most nem megy, akkor most már nem vacakolok vele, de az lesz a következő megoldás, hogy megpróbálok rátenni egy másik karburátort. Mert én nekem ezt a karburátort, ez meggyötörte az élet. Láttatok, szét van kalapálva. Mi a francot csináltak vele? Én nem is értem. Szét kalapálja a karburátort. De miért? Ezt nekem valaki meg tudom mondani. Ez tényleg szerintem egy ilyen egy gyors összedobott gép, aztán kész. Vagyis hát minden szemét rajt. Na, most elvileg van rajt gyújtás, meg mit tudom én. Azt nézem, hogy itt fönt viszont csillog a... Akár valahol itt folyik a benzin. Áll a benzin itt a torokba. Az hogy folyt oda? Azt valaki mondja már meg nekem. Akkor lehet, hogy valahogy... Valahogy mégiscsak kell majd tömítést talált ennem itt. Valószínű. Ott a benzin áll, nem láttok bele, de áll a benzin. Tehát vedd föl benzint. Na itt lehet látni egy oldalt, nem tudom mennyi látszik, hogy csillog, látjátok? Ott az benzin, folyik ki a benzin. Most akkor szerintetek itt alul is már benzines. Valahol folyik a benzin. Szerintem ettől géptől csodát ne várjak, ugye? Na, félgáz megoldom, mindjárt megoldom a félgázt. Tehát félgáz meg van oldva, csavarodó, bedugtam oda. Na, szivató. És akkor próbáljunk ismét. Se kép, se hang, emberek. Az a kérdés, ez a benzin honnan a francból ment oda? Itt is majd... Jó, persze, ott burítottam be. Hát, itt baj van. Itt baj van, emberek. Nem kicsi, legalább nagy. Valami nagyon nem jönne a gépni. És én a karbira gyanítok. Hát jó lenne rádobni egy másik karburátort, de most nincs kedvem lekapni egy gépről se a karburátort. Már egy olyan gépről kéne levennem, ami tuti, hogy megy, értitek? És akkor az a 100%, hogy az jó az a karburátor, mert ez... Szerintem ez a karburátor itt... Érzetek, az a semmi benzin, sehol. De viszont itt alul meg áll a benzin. Most vagy az folyt ki, amit én belepicceltem, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem húzza ezt föl szerintem, hiába cserítem membránkben. Most így hirtelen itt nem is látok egy karburátort se félredobva. Ugye nem lett szétbontva mostanában kínai. Mert akkor lenne nekem karbimit. Úgyhogy ez cumi. Szórakozik az agyammal rendesen. Ebben meg a 28-asnak az alkatrészei vannak, az nem érdekes. Másik gyertyával meg kell próbálnunk, emberek. Azt se találok itt most hirtelen. Ezeket az alkatrészeket én bele kéne raknom, mert addig turkálok itt a dolgok között, addig, hogy elveszik, innen el fogom túrni az alkatrészeket, aztán az kellemes dolog lesz.
Ja, mondjuk a benzincső is ludas lehet, tehát érdekes módon, hogy a most, hogy nyomtam bele azt a benzint, ugye, amit fecskendővel belenyomtam, az szerintem az folyhatott ki valahol. De hol? A papír alját nézem, de az nincs átázva. Akkor elvileg én arra gondolok, hogy csak itt a szívócsonk alatt folyhatott ki. Hát ez a szívócsonk nem tömített, lehet, hogy mégis kell tennem egy papírt alá, mert így szerintem sajnos semmit nem érek el vele. Mert kifolyik a benzin belőle. Na, de viszont egy másik gyertya most így hirtelen nekem ilyen pici gyertyám nincs is. Szerintem itt sehol. Ez a baj. Ja. Ilyen picit. Pedig szikrát úgy adja, mint az állat. De ugye az egy dolog. Most hova tettem a gyertyát is? Emberek, hova tettem a gyertyáját? Beloptam az alkafészek közé. Az egy dolog, hogy itt kint leadja a szikrát, de hogy bent leadja, nyomás alatt, ugye? Egy bors gyertya, az egy dolog, nem biztos, hogy ugye abból ki kéne vennem a gyertyát így hirtelenjéből. De várjátok, itt ez a gép. Ezen elvileg patika a karburátor. Na várjunk. Esetleg azt meg lehetne csinálni, ebbe a gyertyát kivesszük egyelőre. Kíváncsi leszek arra, hogy ezzel mit fog csinálni. Na várjunk. Ezen is ugyanúgy van szép szikra. De az is lehet ám, hogy a tankszellőzője nem jó. Vagy valami ilyen bibi is lehet. Így az nem lett kipucolva. Nem pucoltam ki abszolút, de sose lehet tudni. Vagy? Na. És akkor adok neki egy szivatót, hát félgázt csak itt tudok neki adni, hogy így. Oké, hát ilyen speciális megoldás, de ezt már tőlem megszokhattátok. Elleg gyújtás sajt van. Hát ez nem jött össze emberek, sőt a csavarúzó is kiesett. Tehát nem gyertyahiba van itt, hanem én szerintem benzingondok lesznek. Tuti, hogy itt benzin. Na figyeljetek, az lesz, hogy én nem akarok azzal titeket untatni, kicserélem a karburátort. Kérem, teljesen kitekertem, hogy megálljam, mert ugye se kapcsoló, semmi nincs rákötve. Fú emberek! Na kérem, akkor elmondom a részleteket, miután emlegettem, jó? Fú emberek, ez nagy szívás volt. Komolyan mondom, mindjárt elmesélem, hogy mint történt ez a dolog, meg miket cseréltem ki, szinte az egész gépet ki kell cserélnem ahhoz, hogy elinduljon ez a masina. Ja. Hát igen, ez egy olyan gép volt, tényleg, lehet, hogy írtátok is, hogy egy mételepi szökevény, amelyet annyira összeraktak, hogy egybe legyen, meg legyen rajt minden alkatrésze,
és úgy akartak bele egy új gépet csinálni, de mivel nem működött szerintem, és épp ezért gondoltak eladják a franc basszán. Amit lehetett, kicseréltek rajta, értitek? Amit lehetett, szemetet rátettek, mindenféle szemetet, amit talált otthon a jó ember, aztán így passzolta el nekem. Nem bánom meg, mert most nem az, hogy átvertek, mert abszolút, tehát ezek a használt gépek, ezek a ugye innen-onnan összevásárolt gépek, ez mind zsákba macska, ezt tudomásul kell venni. Ugye furcsa is lenne, hogyha pár ezer forintért egy olyan gépet vennél, ami öntesz bele benzit, aztán bedurran egyszerre. Semmi az ég attól hiányos, semmi hibája nincs, úgyhogy, sőt azt hiszem, ugyanis volt. Ja, még lapislánc is volt rajt. Hoppá, most nézek a vödörben, még ott vannak a többi alkatrészei. Még lapislánc is volt rajt, ám bár nem tudom milyen a lánc, szerintem leigány. Na, mindjárt öblögetek, egy kicsi van még az aljába, azt már kihörpintem. Leöblögetem, aztán elmagyarázom a történést. Egészségetekre! Emberek, kiürült, nincs öblögetni való. Nem is akarok többet élni, mert sok lesz. Na! Kamerát lefordítom, aztán magyarázkodom. Hol is kezdem? Van egy kipufogó, ez majd nem érdekes. Tehát ott kezdődik a történés, ugye mondtam én nektek, hogy itt a karburátorja. Én kicseréltem, hoppá, itt mutatom, ja. Itt majd egy kicsit kihúzom a kamerát, mert remélem, hogy voltak olyan történések, amit megint nem láttatok, bocsánat, de hát, ja. Tényleg már úgy voltam vele, hogy kész voltam ezzel a géppel kapcsolatosan. Tehát figyeljetek, ez ezzel jár, tudomásul kell venni, csak az Istené nem tudtam rájönni, hogy mi a francért nem indul el a gép. Komolyan mondom, már kész voltam mind a lecke. Na, első körben én kicseréltem a karburátort, ugye. Levettem én erről a gépről a karburátort, hát arra nincs is sajt. Mondván, ugye ez egy zsírúj gép, annyi, hogy el van törve a fix kar, ugye semmi baja nincs, nem is volt elindítva még az a gép, annak a karburátornak jónak kell lennie. Oké, föl is dobtam, nagy örömmel, értitek, fú, minden oké, mondom, megvan oldva a szisztéma, nem mondom, azért videó előtt bedurrantam meg kicsikét. Hát aztán semmi, emberek, se kép, se hang, ugyanaz produkálta beöntésre, sehova, semmi, szikra volt, mint az állat, de semmi. Na mondom, emberek, csináltam egy nagy baromságot, leszettem arra a karburátort, de minek? Úgyhogy ugyanott vagyok a partszakad. Oké, mondom, egyefele, kísérleteztem, aztán ugye észrevettem azt, hogy van itt egy szikszalagos rész, ez most már van véve róla, az elejtett gyújtáson, ami rajt volt, ez volt a gépen. Hát mondom, be van szikszalagozva, biztos, hogy szikszalagozták le, mert ne érje hozzá a hengerhez, mert köze van a hengerhez. Hát mondom, félrehúzom a szikszalagot. Látok, félrehúztam a szikszalagot. Így, és ugye ilyen történés fogadott a szikszalag alatt. Nem tudom, látható-e vagy sem. Egy kicsit repedés, törés, egyéb dolgok. Tehát mondom, szia dobozos, itt valami probléma akad a dologgal. Hát mondom, figyeljetek, mi van? Ledobom a francba, ezt is leveszem róla. Levettem és áttettem. Szintúgy ennek a gépnek a gyújtását, látható nincs ott a gyújtása, erről levettem a gyújtást is. Ha mondom, figyeljetek, megvan oldva arci helyzet, látható, hogy zsírúj gyújtás, még rajt van a minden szigetelés, minden rajt van a gyújtáson, tehát az van most bent. Oké, nem indul, most se indul, gyertyát, hogy áttettem, azt láthattam, azzal se indult. Hát mondom, kész vagyok, mint a lecke, most már tényleg. Mi a franc baja lehet? Benzinfolyás kerestem. Sehol. Itt alul volt egy kis benzinfolyás, utána megszűnt, utána nem láttam ott benzinfolyást. Hogy honnét folyt oda? Nem tudom, ne is kérd. Fogalmam nincs, honnét folyt oda, de utána nem volt benzinfolyásom. Persze ez már másik karburátor, ugye ez az eredeti karburátor, vagy ez volt az eredetije. Na. Semmi. Hát mondom, mi a francot csináljak még vele, ugye, hogy valamit elérjek már. Ugye megyünk végig akkor a gyújtásom. Jó. Nézzük meg a lentkerekünket, mert hát ugye a lentkerék is bibi lehet. És akkor
Íme, itt van a van véve a lendkerék, ugye ez volt a törött fogas, ugye nem is tudom mi a francért tettem ezt rá, utána vettem észre, amikor felraktam, hogy ugye ebből hiányoznak a lapátocskák, ugye. Ugye el sem takarítottam, el sem mostam, ilyen ütött, kopott látszik, ugye mondtam is, a lapátok is meg vannak sérülve, lehet látni a lapát végeken a sérülést. A mágnes résznél is van egy nagy ütés, látható itt. És ugye összességében végig van karistolva az összes lapátnak a vége. Mondom, ledomom a francba róla, aztán kész. Nem vettem le arról az új gépről, hanem ugye Zoltántól már megvásárolt pakból kiválasztottam egy gépet, bocs, hiszen innét van. Innét lekaptam a lendkerekét ennek a gépnek, ennek már úgyis, hát most egyedre mindegy neki, úgyhogy ebből lekaptam gyors egy lendkereket, látod, ezen volt a kipufogó, azért tettem ide félre, mert ugye a kipufogót le kellett vennem róla, hogy le tudjam ütni oldalról, mert természetesen tudjátok jól, én mindig leütöm a lendkereket, nem vacakolok ilyen lehúzókkal, meg mit tudom én, simán másik oldalról leütöm, az kész. És rátettem ezt a lendkereket, kicsit megpucoltam drótkefével, második rántásra elindult. Emberek, második rántásra elindult a gép. Most akkor szerintetek a karburátor, ugye a mi a felnél most visszabetekerem, kíváncsi leszek, hogy elindul-e, hogy most itt pofáztam egy kicsikét, meg hűlt, meg minden, kíváncsi leszek, hogy így elindul-e. Kitekerem az alapját, mert nem akarok befüstölni, így is már befüstölt. Így tudom csak leállítani, mert a kapcsoló, látjátok, itt lafog a kábel. Most szerintetek... bakker. Ez... basszus. Kicsit kinyitom a ajtót, ez a fél kikapja legalább ezt a füstöt innét. Ja, várjatok még, várjatok! A berántot nézzétek. Hát persze, hogy nem az eredeti van rajt. Hát mert... azért, kérem szépen, itt az eredeti. Az a hülye rugó, nézzetek oda, ott lafog. A sok rángatástól, mármint a berántó rángatásától, kiugrott a francba, aztán nem ér semmit, ember, megint cseszhetem az egészet. Valahol, nem tudom, hótba akasztva, vissza be kell majd akasztanom, meg kell javítanom, mert nem azt a berántót akarom rajta hagyni ezt. De hát bakker, man. Komolyan mondom, ja, még ezt is vettem mondani, ez is megnyekkent menet közben. Annyit mozgattam, rángattam, hogy megnyekkent az is. Hát mondom, kész, komolyan mondom, kidobom itt az első tókába ezt a fűrészt. Nem, hát azért annyira nem húzom föl magam egy ilyen fűrészen, ugye ezért vagyunk mi, hobbiszerelők, hogy ilyen problémákat elhárítsunk. Néha kicsit nyűgösebb, néha. Nem olyan egyszerű a dolog, hogy minden skapkol, tehát természetesen ugye se a, meg akarom mondani, akkor se a lendkerék nem jó rajt, se a gyújtás nem jó rajt. Akkor ugye a karburátor, azt nem tudom, de ezek után most már karburátor lehet, hogy jó lesz rajt, bár ugye meg volt koppogatva, ugye mutattam, láthatta, szegény fűrész, nem tudom mi a francot csináltak, ezen kalapálták a kaszát, vagy mi a francot csináltak vele, mind a ütött, kopott, meg nyúzott. Komolyan mondom, én nem is értem, mit csináltak ezzel a fűrészsel, de szerintem a kaszát kalapálták rajt, vagy nem tudom mit. Úgyhogy, tehát akkor ugye, ez a kettő kuka. Ezzel nem tudok mit csinálni. Annyi, nem tudom, ezekből ki lehet-e venni ezt a kábelt, mert gyújtó kábel az van itt hol, ugye ezt ki lehet-e csavarni belőle, de szerintem ez egyben van öntve, gondolom mi. Hát ez 2000 forintos tétel, vagy 3, nem tudom mennyibe kerül egy ilyen gyújtót rész. Úgyhogy, ugye a karburátorra nem mondhatom azt, hogy kuka, mert nem tudom, így most még nincs fenn a karburátor, azt nem tudhatom, hogy jó lesz-e vele, de lehet, hogy azzal is működne. Szóval, ja, berántó, azt meg kell csinálnom. Hát az is kuka most jelenleg, mert nem jó, de meg akarom csinálni mindenhogyan, mert ez a berántó akarom, hogy rajt legyen, nem az a fekete. Meg ez a fekete amúgy is kell a másik gépre, azt is majd valamikor kivesézzük egy picikét, jó? Na, tehát így jártam ezzel a géppel, úgyhogy megszivatott rendesen, megszivatott, de hát ez a jó. Ez olyan, amikor kicsit gondolkodni kell, és végig kell menni, látjátok, így nincs veszett fej, mindent meg lehet oldani. Ha a benzinellátottsága jó, mert úgy volt, mikor szétszedtem a karburátort, ugye leúztam a csövet,
akkor már itt bugyogott a benzin a benzincső végén, tehát a benzint felszívta, meg... Mennyire hallani egy kicsit, mintha lötyögne benne a benzin, vagy olyan érdekes... Nem tudom már, hogy a videóban mennyire hallani, tehát benzin van benne. Az tény. Már más nem lötyög, mi a fene lötyögne egy karburátorba, hiszen minden fix valamilyen szinten. Na, benzin van benne, ja, közben az éket ide beledobom, benne veszem. Úgyhogy akkor a benzint fölkapta. Tehát az irányvonal, az a vonal az oké, okay, az tiszta, az jó, mert benzin feljött. Akkor érdekes módon láthattátok, szikra meg volt, mikor levettem a gyertyapipát, vagy a kivettem a gyertyát, úgy volt szikra. De szerintem, hubakrit, fogdosom a hengert, azért már kicsit meleg. De viszont miközben gyújtás, vagy a nem volt a hengerbe, tehát nyomás alatt, nem adta le szerintem a szikrát a nyomás alatt, vagy áthúzott ezen a részen, azt is el tudom képzelni, ezen a sérülésen át tudott esetleg húzni és letestelt, vagy valami, és már nem úgy adta le a szikrát, mint kellett volna. Nem tudom. Ez csak ilyen találgatások, emberek, találgatások, így a tényfeltárás az még arrébb van, mert nem tudom. De hát ezért mondtam, hogy ezek a gépek annyira egyszerűek, hogy ha valamelyik irányvonal rossz, végigmész rajt, benzinellátottság, oké, okay, megvan, benzin feljött, jó van, gyertyából ütyögött ki a benzin, szaga is volt, benzinszaga volt, megütöttek a tenyeredhez, úgy szoktam, hogy láttátok többször is, ha van egy kis benzin folyása a gyertyából, akkor eleve benzin kap a gép. Akkor el kell indulni másik irányba, hát nincs, hiába van szikra, láttátok, úgyhogy megpróbáltam a gyújtást, ugye, az volt a furcsa, tényleg ez a szikszalagos megoldás, meg most nézem itt a gyertya pipánál is van egy kis törés a kábele, lehet, hogy ez csak külső sérülés, de ez viszont nem tudom, mit megette az egér, vagy mit csináltak ezzel, itt látjátok. Ja. Szóval, és akkor ugye kicseréltem a mélfenét is, gyújtótrafót, tehát akkor se lett jó. Akkor ugye megyünk tovább, marad a lánykerék, az is gond lehet. Úgyhogy ez szerintem ez kampesz dolog lesz ennek a lentkeréknek, úgyhogy mi a mélfenéget, fémkörgömöket veszem róla, aztán megy az ühintőbe, mert hát ez már sajnos semmire nem jött, szerintem a mágnes része is kaphatod, vagy valami olyan gond történt ezzel az egésszel, hogy hát nem adja le a szikrát, vagy nem jó helyen adja le, vagy Isten, benne megszakadva nincs, az égpálya az jó, látjátok, az égpálya az tökéletes, nincs meg csúszva, nincs meg kopva. Tehát még az is lehetne, hogy megvan kicsit tekeredve, de akkor is elindulna a gép, csak durrogna, csattogna, nem jó helyen adná el a szikrát, és ő ugye nem úgy gyújtana, hogy kellene. Úgyhogy ennyi ennek a gépnek a története, tehát ez tényleg egy olyan gép volt, még nincs vége a sorozatnak, ne ijedjetek meg, vagy hát ne dőljetek hátra, hogy hál' Isten vége, nincs vége. Mert ugye még ezt nekem össze kell raknom, meg visszarakom majd az eredeti karburátorját, amiben volt. Amivel jött, ezt meg visszarakom az új gépre, azt nem akarom szanaszélye hagyni itt a dolgokat, úgyhogy ezért látjátok, ezért kell minden kis hülyeséget megvizslatni, megnézni, és látjátok erre a hitvány, pedig akár hiszek, akár nem, ez a gép, ahogyan kinéz, kb. Ilyen koszos volt a lentkereke is, annyi, hogy megpucoltam drótkefével egy picikét, az érintkező rész, a mágnes részét aztán földobtam rá, és látjátok, pikpak el is indult. Szóval, ennyit erről. Úgyhogy ez a gép is úgy nézem, hogy talán jó lesz. Még ilyen kisebb állítást igényel az alapjárata. Meg, ja, várjatok, még a... Ugye a mi a fene se jó rajt, hoppá, azt is vettem mondani, azt láthattátok, ugye a gyújtás felfogató egyik csavarnak a fészke, vagy a csavar helye meg van szakadva. Tehát nem tudom, figyeljetek, hogy oda, ugye blokk oldal se jó így már, mert a blokk oldalra megy rá a mélfene, úgyhogy tehát az is, nem az, hogy kuka, javítani kell. Tehát így azért nem is akarom sokat járatni, meg fűrészelni, meg pláne nem fogok vele, mert ne vagy Isten, az egy csavar, ami fogja, kicsit bebukik, aztán ledarálom a lentkereket, meg ki tudja, milyen károkat fog okozni benn. Úgyhogy én most ezt így hagyom. Majd ha tudok rá szerezni, tudok szerezni meg a javítókészletet, mint a Gábor, amilyet bemutatott, mikor szereltünk, az tök jó lenne. Vagy Gáborra felveszem a kapcsolatot, vagy ha nézel a videót, Gábor megírhatod, vagy linket küldj, létsz, aztán honnét lehet ilyet rendelni, mert az jó lenne nekem is egy olyan, mert akkor mondtam, hogy nem látana. Most meg pont jó jött volna, mert azért egy gyújtás dolog, ez nem lehet csak úgy oda ott hagyni.
egy csavarral. Már azt mondom, hogy a belántó résznél, hogy most kettő meg van szakadva benn, nem számít, kettő még fogja rendesen. De egy gyújtásnál ott már nagyobb bibik lehetnek, hogyha az elszabadul, hogyha bebukik, értitek, a mágnes öra kapja föllazul a rezgéstől, a fűrészelés közben, a mágnes öra csipi a lentkerékhez, oda rántja, azt a dru, már darál is mindent, úgyhogy akár a főtengely minden elmehet. Úgyhogy, hát inkább nem, tudjátok, inkább ezt most kihagyom, ezt a technikát, ezt a fűrészelést engedelmetekkel, jó? Na figyeljetek, én még kimaradok. Megpróbálom, lehet, hogy igaz, visszateszem ezt a másik karburátort, jó? Annyi időnk még van, még nincsen nagy idő, úgyhogy ezt én megpróbálom visszadomom videón kívül. Ha megint fölöslegesen pofáztam. Na, tehát ez a karburátor, ez az új gépen volt, ugye látható, hogy nincsen szétkalapálva. Tehát ez volt rajt eddig. Ugye ezen jól látszik minden felirat. Ez volt az új karburátor, majd az új gépen. Visszatettem akkor a régit. Na. Hát igen, nem tudom, ezek, várjátok, be van-e állítva egyáltalán. Oké, na én leállítottam, mert hát így tudtam csak megállítani a fúbakkel, megint befüstültem. Jó, na visszatettem akkor a fankon a karburátort. Jó lesz ez a karburátor is szerintem, emberek. Szerintem jó lesz, én azt mondom nektek. Hát lehet, hogy még finomítani kéne, másfél, vagy egyre, nem tudom, mert ennyi húztam már ki ezt. Lehet, hogy ez csak egyre, azt húztam ki, aztán másfélre. Na, ennyi volt. És addig nem fogok vele vágni. Visszabecsukom. Addig nem vágok vele, emberek, még valami csoda folytán majd tudok szerezni ilyen menetjavítót, és akkor meg tudom normálisan csinálni a felfogatását a nélfenének, a gyújtásnak, mert addig én nem akarok ezzel vacakolni. Nem szeretnék, ha tönkre menni tényleg, mint mondottam az előbb, hogy elszabadulna ott valami, aztán hát annak nem lenne jó vége szerintem. Na figyeljetek, én összeszórom a másik gépet vissza. Nem akarom itt szanaszéjjel legyennek az alkatrészei, meg bele potyogjon minden szemét. Úgyhogy figyeljetek, szerintem jó lesz ez a gép. Kis finomítgatás, mi egymás, aztán én ezt mondom, hogy ez a gép, ez jó lesz. Annyi, hogy láthattátok, minden ugyanaz ment vissza. Hát kivéve most már ezek, mert ugye ezeket kidobáljuk. Mert hát ezek ismételten a kapágyakkal együtt, meg a szimmeringekkel együtt, meg mit cseréltem, még mit tudom így. Hát ilyen tömítések, meg ezt, azt házilag legyártottam, azt látható. Azok nem gyári tömítések, nem az a 100 forint vagy 200 forint most főthöz vágana, de ha most meg lehet így is csinálni, mit kell itten annyit vacakolni vele, ugyebár. Na ennyi lett volna. Tehát olyan 30 perces részekkel folytatom ugyanúgy általában, mint szoktam ezeket a szerelős videókat. Úgyhogy nem is pofázok sokat, már szerintem így is eleget pofáztam. Úgyhogy, de az a lényeg, hogy már... Az a lényeg, hogy ugye hangot adott a kicsike. Úgyhogy jó lesz ez, jó lesz ez. Hát a karburátor még ludas lehet egy picikét, mert most visszatettem a régiét. De ez talán még jó lesz, én azt mondom, meg kell csinálnom majd még a gyújtást, visszarakni, vagy hát szerzek egy másik gyújtást, mert ezt nem akarom, mert ez annak a gépnek a gyújtása, ez zsírú gyújtás. Azért mondom, ez jó, mert ezt tudok mihez nyúlni, mondjuk azon a gépen, a piroson, bájtok, ezen a roncson, ezen is van egy gyújtás, annyi a gyertyapipát át kell raknom, láthatjátok, hogy lehet, hogy erről lekapjuk a gyújtást aztán. Vagy, amit rendeltem, azt a, itt van a, hol van? Nem tudom, hol tettem azt a gépet, emberek. Amit nemrég rendeltem. Hú, azt nem tudom. Az, amit alkatrésznek rendeltem, gépezetet, azt más nem megbontjuk, aztán szedjük össze abból az alkatrészeket. Nem tudom, hol tettem le. Valóban eltettem. Lehet, hogy nem így van. Na mindegy. Ennyi lett volna. Aztán héten ezek szépen majd sorba mennek fel a videók. Napi szinten, vagy meglátjuk, hogyan lesz rá időm. Délutánként
hogyan tudom megszerkezgetni, aztán valamikor a folyt köv, jó? Megint lehet, ez lesz egy kis idő, kihagyás, hogyha kinti munka lesz, meg ez, meg az, de jönnek még a szerelős videók természetesen, ez egyértelmű. Csak hát, mint mondottam, ugye többször, hogy most a nagy projekt rengeteg időmet elvesz, úgyhogy meg rengeteg kiadás, meg minden, aztán szépen lassacskán talán össz visszaáll minden majd a régi kerékvágásba, ha a nagy projektemmel végzek, de annak még nincs vége, még egy jó pár óra melóban lesz, jó pár óra, nap, hét, hónap, nem tudom, majd meglátjuk, jó? Na, minden esetre ezt a sorozatot is majd valamikor folytatom, nem mondom előre, hogy mikor már, nem tudom, úgyis észre fogjátok majd venni, mikor jönnek föl, jönnek szépen sorban a részek, jó? Úgyhogy akkor a hétre mindenkinek jó munkát, jó pihenést, jó szórakozást, erőt, egészséget kívánok, jó? Mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok!